Nagy szeretettel köszöntöm Önöket otthon a tévéképernyők előtt, a Városi Könyvtár nézőit, és ugyanakkor a szeretettel köszöntöm vendégemet, akit nagyon sokan ismernek itt Székelyudvarhelyről, hisz a mindenki tanárnénie. Ennyit mondok most rólad, és közben ki fog derülni, hogy még mi minden. Majd szia, csak kiderül, rendben. Mindenkit üdvözlök én is. Ugyanott kezdem veled is, mint a vendégeim többségével. Hogy kezdődött, hogyan kezdődött az életed? És mesélj egy kicsit a szüleidről is. Jó, hogyan kezdődött az életem? Hát nem ott kezdődik az én életemmel, hanem itt kezdődik. Ezzel a gallérral. Ha ez a gallér nem létezett volna, akkor én sem lennék most itt, nem beszélgetnék veled. Tudnék, édesapámnak a sebesüléséről van szó. 4 évig volt a magyar hadseregben zászlós, és a görgény üvegcsűrnél az oroszokkal találkoztak. Akkor már eléggé vége fele járt a háború, és egy hideg októberi napon feltűrte a gallérját, úgy lépett ki a sátor elé, és szembe találkozott egy orosz géppuskással, csak géppuskás eltalálta. Úgyhogy egy golyó behatolt a nyakán, a rekurens idegig 1 milliméter hiányzott belőle. Azt mondták az orvosok, hogy ha 1 milliméterre arrébb megy, belehal, mert ugye a rekurens ideg ugye a légzést szabályozza, de nem halt vele. Nem merték kivenni a golyót, úgyhogy bekötözték, már azelőtt megsebesült volt egy fejsebe még, úgyhogy szépen nézhetett ki szegény. Bekötözték, felküldték Budapestre. Útközben is volt egy kis, hát misztikusnak mondható kaland. Amikor megröngenezték itthon, akkor benne volt a golyó, látszott a röntgenképen, és amikor felment Budapestre, a golyó eltűnt. Senki nem tudja, hogy hogyan. Volt egy érdekes epizód, amit elmesélt nekünk, hogy Tokaj fele ment a vonat, háborús időszak volt, és megálltak valamiért, a sineket fölszedték a németek, talán azért álltak meg, és elmentek egy pincébe, hát inni nyilván, nem tudott beszélni, csak mutogatott, meg írt, és egy idős bácsival találkozott ott, aki azt mondta, megitatta őket, nyilván a katonákat, és azt mondta, hogy ad neki egy üveg bort, de ne igya meg, csak akkor, ha a vonatra kerül. És szót is fogadott, a vonatra felült, megitta a bort, elaludt, és mikor felébredt, nem volt benne a golyó. Úgyhogy vannak ilyen furcsa, misztikus dolgok az életükben. Nem volt az könnyű időszak. Nem lehetett könnyű időszak. Itt végzett édesapám a Tamás Járon, mai Tamás Járon gimnáziumban. Egyébként rókavárosi gyerek volt, és tőzsgyökeres udvarhelyinek mondható. Amikor végzett, felvételizett a testnevelési főiskolára, csak anyagiak miatt nem tudott tovább menni. Később is még egyszer felvételiztették a katonaság alatt, mikor megszerezte a zászlós rangot, akkor elküldték a Ludovikára. És a Ludovika azért maradt el, mert a zseppénz, amit a diákoknak kellett volna tartani, az egyenlő volt az édesapja teljes keresetében. Úgyhogy lehetetlenné vált. Amikor nyilván kezelték Budapesten, utána fog találkozni édesanyámmal. Na most ebben is van egy kis misztika, ahogy ők találkoztak. Édesanyám Bereczken volt tanítónő. 19 évesen került ki, és Bereckre igyekezett volna, csak hogy hatalmas tömeg volt a csíki állomáson. Meglátta a fiatal szép tisztet, látta, hogy hátulról megy be, és veszi meg a jegyet, megszólította, hogy vitéz úr, nekem nem venné meg a jegyemet. És a vitéz úr megvette a jegyet egy életre, ahogy szokták emlegetni, akkor édesapám Kézdivásárhely mellé került, és Kézdiről bejártak, az erdőben voltak egyébként, bejárt Bereckre édesanyámhoz, és nem egyszer a
tiszt is odaudvarolt, ugye, ez volt a szerencséje, és a lovához kötötte magát, és sítalpon mentek be Beleckre udvarolgatni. Amikor 44-ben, még a sebesülése előtt, Kézdi környékén voltak a csapatmozgások, édesanyámék menekültek. A bátyával menekült, aki pap volt, őt áthelyezték Zalaegerszegre, és édesanyámat Zalaegerszeg mellé egy faluba. És abban a kavarodásban, amit jelentett a menekülés, találkoztak ketten. Megint csak olyan csodálatos dolog. És az is eléggé csodálatos, hogy édesanyám megálmodta, hogy meg fog sebesülni. Éjjel álmában látta az árokparton feküdni. Persze akkor nem volt mobiltelefon, hogy értesítsék egymást, később tudta meg, hogy valóban megsebesült. Amikor édesapámat kezelték, akkor azt mondta az orvos neki, hogy napjam ezzel, hogyha befogod a szádot, a háborút befejezted ezzel a sebesüléssel. És hát nem is nagyon kellett bíztatni, hogy befogja a száját, mert beszélni alig tudott. Később tanult meg, azt mondták neki, hogy operaénekes nem leszel, fiam, de beszélni fogsz tudni, és megélsz. Ez volt a fontos. És hát nyilván, ahogy leszerelték, megkereste Zalaegerszegen édesanyámat. És ott 1944. novemberében házasságot kötöttek egy kis templomocskában. Akkor jött a hazajövetel, illetve hát haza kellett volna jönni. Két fiatal, 20 éves, tulajdonképpen gyermek. Édesanyám szívesen ment volna nyugatra, édesapám haza akart jönni. És akkor nyilván a férfi dönt, hazajöttek. Májusban érkeztek meg. Azt jelenti, és hova érkeztek? Udvarhelyre jöttek. Hónapokig tartott az út. Édesanyámnak a szép göndör haját levágták, hogy fiúnak nézzék, mert mindenki tartott az oroszoktól. És nem egy, hát most már lehet ugye beszélni róla, nem egy erőszak történt a katonák részéről, úgyhogy úgy jöttek haza, többen indultak el, aztán szétszélett a szekértábor, és csak édesapámék maradtak az édesapám tiszti szolgájával. És hát a tiszti szolga az meglopta őket, szépen lelépett a katonai felszerelésével édesapámnak, és aztán eladták a lovat is, meg a szekeret is, és azzal a pénzzel hazaérkeztek édesapámik a Rókavárosba, ahol nagyapám még élt akkor, és éppen nagyon búsult, mert nem tudta, hogy hova ásta el a dohányát. És nagyon megörült, hogy a fia hozott neki cigarettát. Édesapám sose cigarettázott, de jó volt kereskedni a cigarettával a katonaságnál. Úgyhogy egy kicsi zsebpénzre lehetett szert tenni. Így van. De hát mondjuk neki zsoldja is volt, mert zászlós volt, és ilyen így kapott is. Így érkeztek haza egy felfordult világban, egy felfordult helyzetben. Édesanyád mit tanult, mivel foglalkozott? Édesanyám egészen korán elkerült a Szebeni zárdába. 10 éves, mikor elkerült a Szebeni zárdába, és tanítónőnek tanult, ez itt az ők osztályképük. Édesanyám a szélső, jobb szélső két leányzó közül a felső. Úgyhogy, mutatom az egérre. Igen, ő az. Ő az. Hát Farkasnak hívták eredetileg, Farkas Rozália. Nem nagyon szerette a nevét, Rózsikának kellett szólítani, azt jobban szerette. Most lenne 100 esztendős, ha élne. Igen. És mutassunk még néhány képet róla, hisz igen, ez az 50-es, sok szép képet hoztál. 50-es években készült ez a képe. És próbálok felismerni hasonlóságokat. Nem tudom, én nem találtam soha hasonlóságot. Ez itt az anyai nagyszüleim, ezek Pulika Rózália és Farkas Antal. Kovácsok. Kovács volt a papó, mi így hívtuk, ugye azon a vidéken így hívják a nagytatát. Kovács volt, és a Kovács műhelye a most bent van a múzeumban, az Udvarhelyi Múzeumban.
Édesanyám tanítónőként dolgozott élete java részében. Hát itt egy olyan felvonulást láthatunk, ami kötelező volt. Május 1-én, augusztus 23-án a nagy sátoros ünnepeken mindenkinek fel kellett vonulni. Tudjuk, hogy hogyan. Rengeteg, hát akkor kötelező is volt a kultúrmunka. Na most édesanyám nem csak kultúrmunkával foglalkozott, tehát nem feltétlenül kötelességből foglalkozott vele, hanem énekkart szervezett a kicsikéknél. Megállítlak, tehát igen. Megérkeztek udvarhelyre, és igen. Akkor katedrára is került? Vagy nem, azért megérkeztek, nehéz időszakban megérkeztek udvarhelyre, és édesanyám a tanügyi osztálynál kapott egy ilyen beosztást, pontosan nem tudom mit, és édesapám rendőrfőkapitány volt Kézdivásárhelyen egy darab, és aztán átkerült udvarhelyre. Na most ez egy rettenetes időszak volt számukra, mert hogy édesapám kimondottan emberséges ember volt, és ez az időszak a deportálások ideje volt. Úgyhogy nem sokáig bírta, viszont van ilyen emlék a családi legendáriumban, hogy egy gyerekkori ismerősét kellett volna deportálnia, és akkor megtalálta azt a kiskaput, hogy az édesanyjához deportálta, tehát kényszerlakhelyre az illető édesanyjához küldte. Egyébként a háborúban is van ilyen emberségéről beszélő történetem, amikor javába folytak a harcok, és lőttek ezerrel, akkor egy román család ott ragadt a két tűz között, öt gyermekkel. És akkor édesapám oda ment az asszonyhoz, és megmutatta, hogy hova bújjanak el, hogy ne találja el őket. Később a háború után fel is kereste őket, és megtalálta mindannyian éppen megúszták az egészet. Egyébként bárhova ment, mindenütt ismerték. Rengeteg katonatársa volt. Bajtársa, igen. Ő volt a kiképző tisztje a később behívott öregeknek. Na most úgy hívta őket, hogy apáim, mert hogy öregebbek voltak azok, akiket kiképzett, mint ő. És nagyon-nagyon jó viszonyban voltak, nagyon sokszor látogatták őt is, meg ő is meglátogatta őket. Megszakítottam a beszámolódat édesanyádról, és említetted, hogy kultúrtevékenységet is folytatott, és erre vonatkozóan is hoztál egy képet, amit gondolom, hogy fel lehet ismerni, hogy kívül a kép jobb hát, szélén. Igen, ez egy találkozó, író-olvasó találkozó, hát Kányádi Sándor több ízben is meghívta az osztályhoz, vagy az iskolába, de a legfontosabb számára a színjátszás volt. Na most tudod, hogy udvarhelynek nagyon régi színjátszó hagyományai vannak, több mint 200 esztendős hagyomány, és Balog Jóska bácsinak a csoportjában játszott édesanyám, és hát nagy sikerük volt. Nagyon-nagyon kedvelt amatőrök voltak, nagyon jó előadásokat is csináltak. Édesapád is részt vett? Nem, édesapám nem szeretett szerepelni. Édesapám mindig csak a zárt körű rendezvényeken szerepelt, írogatott ilyen-olyan vicces dolgot, felolvasta. Ő volt a társaságnak a mozgató lelke, nagyon szeretett hát társaságban lenni, és szerette a technikát, azt feltétlenül. Amolyan ezermester volt, mindenhez értett, mindent meg tudott javítani, de hát azt hiszem az élet rákényszerítette, hogy így legyen. Mielőtt még hosszasan beszélgetnénk a színjátszásról, azért még folytassuk a család történetet, hisz megjelenik a második gyerek a családban, mert azért van neked egy bátyád is, de először téged mutatlak. Igen. Egy szánkón. Hát itt olyan 5-6 éves lehettem, egészen pontosan nem tudom. Ez a kötelező, idézőjelben a kötelező Kovács István képek, amikor a család felvonul, és akkor mindenkiről, na itt van a bátyám, aki 4 évvel nagyobb, mint én, ő Kézdivásárhelyen született. Ugyanaz a háttér, ugye csak egy kicsit más pozíció volt. Tehát pontosan, ugyanakkor készült a két kép. Szerintem ez a háttér pillanatnyilag is megvan a Kovács fényképészetében. Valószínűleg, hogy igen. Még lehet, hogy a szánkó is. De olyan jó, hogy vannak ilyen hagyományok. Pontosan. Na és a közös
Jó, ezt megelőzően, hát én Igen. ragaszkodtam ahhoz, hogy ezt a képet tegyük be, Igen, hisz egy ez... különleges járgány van itt, ami... Tudom, hogy vannak olyan nézőink, akik nagyra értékelik ezeket a régi makett autókat, úgyhogy le lehet másolni. Lehet. Hát ez egy különleges kép, ez még azt hiszem Kézdi vásárhelyen készült, Lajcsi még egészen kicsi volt. De attól kezdve megmaradt a technika iránti érdeklődése, egy elektromérnök lett belőle, hát most ő is nyilván nyugdíjas. És akkor együtt. Itt együtt a két testvér, két jó testvér, És hát ahogy jó fésült jól legény. fésült, legény, jól fésült kislány, én mindig borzos voltam egyébként minden képemen, valamiért a hajam nem akart soha engedelmeskedni igazán. Na és már mondtad édesapád, hogy ezermester volt, de azt nem mondtad, hogy kitűnően főzött, és nagyon Jaj, társaságoknak csodálatosan is. főzött. Egyébként ő ezt a főzési mesterségét meg nagyon értett a húsokhoz, meg a borokhoz. De Maga nem is véletlenül, készített. nem Nem véletlenül. véletlenül, mert az egyik bátyja mészáros volt, és tőle tanulta meg. Hát itt mondanám el, hogy ők hatan voltak testvérek, négy fiú és két lány. És a négy fiúból kettő ott maradt a háborúban. Az egyiket nem vitték el, mert eleve sánta volt, és édesapám szinte ott maradt a háborúban. És ez egy átlagos székely család volt. Igen, visszatérve a főzésre, és akkor itt a bizonyítékra, hogy el is fogyasztották. Ajaj, de még milyen jó ízűen fogyasztottuk el, hát itt még rajta van Rózsi nénje is, tehát az édesapám testvére. Nem véletlenül kérdeztem vissza, hogy, vagy említettem, hogy jól főzött, és volt is akitől tanulnia, hisz nem csak a hentes testvértől, hanem Ferencitől tanult, a Ferencitől is, a, igen, a, hát az nagy dolog volt, kiváló flekkent készített, mondom, azóta sem ettem flekkent, nem kívánom. Most itt vagyok én, ott fent. Igen, számodra is elkezdődik az intézményesített Igen, nagyon nem szerettem, az az igazság, utolsó évben meg is tagadtam, hogy óvodába menjek. Én vagyok a... Próbálok mutatni, ha jól emlékszem. Az a kis bozzos, én vagyok. Semmiféle emlékem nincs óvodás koromból, csak az, hogy nem akartam menni 5 éves koromtól, és akkor édesanyám kénytelen volt beültetni engem az első osztályosai közé. Ami azzal járt, hogy én már jóval hamarabb tudtam írni, olvasni, de ez valami családi hagyomány, mert én körülbelül 4-5 éves koromban tanultam meg, de a fiam már 3 éves korában küldött a nagyapjának kézzel írt képeslapot. No. Itt már kisiskolás. Hát igen, itt már nagyocska, nagyocskák vagyunk, a tanító bácsi, aki nagyon szigorúan nevelt minket. Igen, csak felhívom nagyon... a figyelmet arra, hogy itt ugye pionír ruhában vagytok többnyire, de van, aki székely ruhában. Hát valószínű, hogy valamilyen iskolai ünnepség lehetett ez, mert szülők is vannak, ott látom mellettem Álmánya doktornő. Ott fent vagyok a tanítóbácsi háta mögött, ott van Vári Anikónak is az édesanyja. Tehát valamiféle szülői, tehát olyan megnyilvánulás lehetett, amit a szülők is megnéztek. Na és hát borzosnak emlegeted magad, de... Az is vagyok, hát nézd meg! Hát ahogy veszik, akkor jön néhány ehhez hasonló. Ja, itt Vári Anikóval balett. Tesztünk, hát nagyon-nagyon szeret. Én nagyon szerettem balettezni. El is mentem volna balettiskolába, ha édesanyám elenged, de nem engedett el a felvételire. Akkoriban az volt a szokás, hogy tehetségkutatást tartottak, és nem engedett el a tehetségkutatásra, pedig itt volt udvarhelyen. Azt mondta, igen, fiatal vagyok ahhoz, hogy elmenjek, kész. A kultúrházban volt ez, a nagy teremben, egyébként az ismerők felismerik a hátteret is. Akkoriban, hát érdekes kapcsolatom van nekem a kultúrházzal is, mert édesapám ugye miután nem volt már rendőrtiszt, a beszerző lett az építkezési vállalatnál. Úgyhogy Udvarhely nagyon-nagyon sok épületében ott van az a tégla, az a mész, az anyag, amit ő beszerzett, többek között a kultúrházban is. Úgyhogy én 6 évesen, 7 évesen szaladgáltam ám a pallókon, a nagy teremben, a lefektetett deszkákon, és magamének éreztem, mint ahogy a város is magának érezte, mert közadakozásból és építették fel, és közmunkával. Mindenki egy havi fizetését felajánlotta önként természetesen, képzelem mekkora önkéntesség lehetett, és rengeteg közmunkával építették fel.
Itt édesapám szerezte az a legutolsó szögig mindent, persze most már azóta sok mindenki cserélődött. Visszatérünk az iskolához, és Igen, nagyon kedves képek következnek itt már még. pionír vagyok, nagyon-nagyon komolyan És vettük gondoltad, a igen? pionír életet. Na, itt végeztünk, nyolcadikosok vagyunk, hát akkor készültem a gimnáziumba, a képzőben végeztem, mert hogy édesanyám ott tanított a képzőnek a gyakorló iskolájában. És ott végeztem az 1-8 osztályt is, és az 5-8 osztályt is. És itt tanítói diplomát szereztél? Nem. Nyolcadikba eljöttem onnan. Az az igazság, hogy nem szerettem a képzőt. Magyarú Ekaterina volt az igazgatónő, rendkívül szigorú és puritán légköre volt az egésznek. És nem amikor, neked való volt. Nem nekem való volt. Amikor felkerültem a gimnáziumba, úgy éreztem, hogy felszusszanok. Itt hamar meg is állítlak, mert mindig meg szoktam kérdezni, hogy ilyen 7-8-os korában a vendégemnek volt-e valami elképzelése arra, hogy ő mi szeretne lenni. Aztán persze kíváncsi vagyok arra, hogy ez hogyan alakult és változott. Volt-e neked valami nagy terved? Mert azért úgy ismerlek, mint egy igazi álmodozót. Nagy köszi, álmodozó. Hát nem, álom nélkül nem. Az álmod is megvalósított, persze. Arról álmodoztam, hogy filmrendező leszek. Na most ezt a sors érdekes módon kompenzált, illetve tiltotta le. Hiszek a sorsszerűségbe. Amikor végeztem, érettségiztem, a Bukaresti Film Egyetemen nem volt felvétel. Na most hát én ugye az él tanulók közé tartoztam, szégyenkezve mondom el, hogy szintízessel érettségiztem, ma már nem divat ilyesmivel dicsekedni. De szégyenkedni sem kell. Hát nem. Nem. És azt mondta édesanyám, hogy már pedig nem fogsz itthon ülni egy évet. Na hát, ha nem fogok itthon ülni, akkor mit csináljak? Készültem a mérnökire, de ezerrel készültem. És az utolsó pillanatban, amikor lejárt az érettségi, akkor azt mondtam, hogy a franc fog románul tanulni, megyek, nézzük meg, mit lehet magyarul. Egy szak volt, az a magyar szak. És így mentem el magyar szakra felvételizni, szóbeli felvétel, nagyon kemény felvételünk volt, 6 és felen voltunk egy helyre. És az iskola dicséretére válik. Bekerültem egyből. Meg is állítlak ebben a pillanatban, mielőtt még az egyetemi évek következnének. Akarok mutatni néhány képet. Igaz, hogy rendezői szakra készültél, de a színész szakma nem. Nem, hozzá, nem. Nem másért, csak ezek a képek azért nagyon-nagyon-nagyon magukért beszélnek. Hát a kor frizurájával, ugyebár. Hát igen. És azt gondolom, ez érettségiző. Így van, ez volt az érettségi képen. Hát ez egy napot tartott, ez a szép frizura, amíg... Ez nem derül ki a fényképen. Nem, de én most elmesélem, hogy a podrászatból kijövet rögtön, bementem a fényképészetbe Kovácsékhoz, elkészítették az érettségi képeket, és másnap még annyit tartott, hogy elmondhassam a búcsú beszédet. Igen, hát érdemes ezt a képet azonnal nézni utána. Ez már az egyetemista. Ez már az egyetem, ez az igazi szabadság. A teljes szabadságot jelentette, nagyon jó egyetemi éveim voltak. Nagyon jó csapat jött össze, mai napig találkozgatunk, és nagyon sok értelmes ember került be. Na, ott találkoztam, életem nagy szerelmével, Attilával. Ez az és ez hogy történt, azért ezt is meséld el, mert gondolom nem véletlen, mert itt a ti életetekben semmi sem véletlen. És semmi sem egyértelmű. Így van. Attila német szakos volt, német főszakos, magyar mellékszakos, és voltak közös óráink. És akkor hát egy 19 éves lánynak azért megakad a szeme a jó pasikon. Nekem is megakadt a szemem, roppant humoros, olyan népszerű figura volt, és hát elkezdtünk beszélgetni. És aztán a beszélgetésből nagyon hosszú beszélgetés lett, 38 éven keresztül beszélgettünk, illetőleg 30 és valahány éven keresztül, mert az utolsó évben elhallgatott, de erről majd később beszélek. Igen, hát egy kép az eljegyzésről, azért haladjunk. Ez a hivatalos eljegyzésünk, amikor... És akkor ezt már követte is. Az esküvő. Hát ez a hivatalos esküvő, mert édesanyám kedvéért tartottunk egyházi esküvőt. Lévén nagybátyám, ugye pap volt, kézdi Szentléleken.
ott tartottuk az esküvőt, az esküvő előtt a ifjú pár eltűnt, és mindenütt keresték, aztán ránk találtak, az oltár mögött csókolóztunk éppen. Nem tudom, hogy mi történhetett, itt nagyon komolyak vagytok, tehát vagy szidás volt utána, vagy... Volt egy kicsi, mert mit keresünk az oltár mögött, na de nem is ez a lényeg, hanem a keresztszüleim állnak tanúként a hátam mögött, most nagyon, meg kell nézni nagyon-nagyon ravaszdi képet vág Domi bátyám, Attilának sugta, hogy most még meggondolhatod a dolgot, de nem gondolta meg, úgyhogy. És akkor Attila, amikor született, akkor még katona volt Attila. Megint csak megállítlak, mielőtt még erről beszélgetnénk. Elvégzitek az egyetemet. Hát akkoriban ugye hivatalos kinevezések voltak. Én egy évvel hamarabb végeztem, mint Attila, és hát be kellett mennünk Bukarestbe. Balogh Dezső jött velünk, és ő vezette a csoportot. 3 napig üldögéltünk a tanügyminisztérium lépcsőin. Az ország minden pontjáról oda mentek? Igen, minden pontjáról oda mentek elosztásra. És vártuk, hogy valami csak lesz, de nem lett. És akkor szegény Dezsőt azzal ingereltük, hogy megyünk tüntetni. Hát 1973-ban ilyet mondani, mondani is, hát minden esetre érdekes menet lettünk volna, mert volt egy 9. hónapban lévő kollégánk, meg volt, akinek ott volt az élettársa, szóval csodálatos menet lettünk volna, ha Dezső megengedi nyilván. Könyörögni kezdett, hogy nehogy megbolonduljunk, az Isten szerelméért megy, és valamit intézkedik. Na, intézkedett is, de jött egy úriember, és azt kérdezte, hogy milyen szakosok vagyunk. Mondtuk, hogy magyar szakosok, és azt kérdezte, hogy Dharma exista a sacheva? Tehát ez volt a felháborító, és hát bementünk választani, nyilván a helyek nagyon furcsa helyek voltak, úgyhogy nagyon-nagyon békésen megegyeztünk. Te ide akarsz menni? Jó, akkor menj te oda, akkor én megyek máshova. Tehát teljesen... Magunk között gyönyörűen megegyeztünk. És így kerültem én egy francia mezőgazdaság tankatedrára, Siménfalvára. Hát ehhez tudni kell, hogy én azért nehezen különböztetem meg a búzát mondjuk a rostól. Ez itt nem bűvös kockától. Nem, annyira nem. Úgyhogy hát eléggé bajban voltam, amikor megmondták, hogy hát nagy részt mezőgazdasági, viszont nem voltam ott csak 2 hetet, mert szükség volt Máréfalván francia tanára, és akkor oda vittek át. Kovács Mihály nyugodjék volt az, aki akkor tanfelügyelő volt, és ő rendezkedett, hogy átvigyen oda. 3 évig voltam Máréfalván, az alatt született meg a fiam, és utána bekerültem az Orbán Balázs, akkor 2. számú általános iskolába. Franciát tanítottam eleinte, aztán meg később magyart is tanítottam. Innen kerültem a Pallóba megint nagyon viharos időszakom volt, mert Bodorjánnal nehezen fértünk, 2 éleskart, 1 hüvelybe, hűde nehéz. Úgyhogy voltak vitáink, kemény vitáink, de attól függetlenül tiszteltük egymást. És ez nagyon nagy szó. Én a mai napig tisztelem, amit létrehozott. A Pallóból pedig átkerültem az egészségügyi iskolába, de közben mindig megmaradt az Orbán Balázs, legalább egy osztály erejéig mindig megmaradt, az volt a fészkem, úgy neveztem, és onnan pedig fölkerültem a Tamási Áron gimnáziumba. Úgyhogy nyugdíjba tulajdonképpen az Orbán Balázsból mentem, de nyugdíj után még 12 évig tanítottam. Jó, megint vissza fogunk térni egy kicsit, hiszen... Említettük, hogy megszületik Attila, de megszületik Zsuzsa is, de azt megelőzően még azért van egy kis szilveszteri buli. Hát igen, volt. 1984. január 4-én született a lányom. Hát előtte jókor a kis buli volt, ott van a keresztanyja mellettem. Igen, és az apukája is elég... Nevetve nézi, hogy én táncolok. Hát igen, tekintem. Mert hogy... 3 nappal a szülés előtt kánkánt táncoltam, úgyhogy ennek a képnek az a felirata hátul, hogy ja Istenem, meg ne szülessen a gyerek, de megszületett. Aztán
mese könnyedén jött a világra. Csak éppen fiúnak vártuk, és így lett, mégiscsak lány lett, és így lett Zsuzsanna. Na, itt a két testvér kiváló, jó testvérek voltak, 10 év különbség van köztük, nem volt idejük veszekedni. Bátyámmal csak 4 év különbség van, és az nagyon-nagyon jó lehetőséget ad a veszekedésre. Mi veszekedtünk is. Ez is egy kedvenc képem. Vogaga, mondta Zsuzsa, lovagoljunk. És akkor lovagoltatta, s vitte magával mindent. Na és hát a Tesla Magnó. Igen, a Tesla Magnó. Hát ez egy szinte sorsdöntőnek mondható kép. A fiam most hangmérnök és operatőr. Na de, 6 hónapos volt, amikor legelőször meg akarta enni a mikrofont, mert nagyon érdekelte. Mondjuk az még nem volt furcsa, de a későbbiekben, mikor mászkálni kezdett, akkor be kellett tegyem a Magnót a kicsi ágyba, őt kitettem, és akkor semmi gond nem volt. Órákig elszórakozott azzal, hogy nézte, hogy forog. Vagy volt a nagy tatája készítette egy fából egy Magnót, és azt tekergette, csinálta a felvételeket. Igen, és hát most már itt picivel nagyobbak. Hát picivel nagyobbak, ez egy családi ünnep. Családi esemény kapcsán. Igen. Mutatok meg képeket. Igen, erről az eseményről. A szüleimnek volt az arany lakodalma, és akkor gyűlt össze a család, bátyám felesége, édesapámék, másik oldalon meg Attila, én és a gyerekek. Ez még a fényes vendéglőben. Ez még a fényes vendéglőben volt, akkor még létezett. Na és Zsuzsáról egy kép, hát nem csak Zsuzsáról, ugye? Nem csak Zsuzsáról, hanem hát az sokan felismerik, azt hiszem, Cipőt. Most miért is tetettem be ezt a képet? Azért, mert volt egy időszak, amikor a lányommal egyszerre írtunk. Én az Udvarhelyi Híradóban elég sokat írogattam, édesanyám össze is gyűjtötte a cikkeimet, és voltak előadások, amit hát én most már nem annyira lelkesen, de a lányom nagyon lelkesen nézett, ilyen No Mercy koncert, meg Republika. Republikot én is nagyon szeretem egyébként. És akkor olyan cikket írtunk, hogy én a magam szempontjából, ő a maga szempontjából, és ez egy nagyon jó együttműködés volt. És az előbb említett eseményről, az ünnepeltek. Az ünnepeltek, akik egy életre váltották meg a jegyet, tényleg egy életre váltották meg a jegyet. Nagyon-nagyon szépen éltek együtt. Független attól, hogy voltak nézeteltérések, nyilván, hogy nem minden volt tökéletes. És egyik legkedvesebb emlékem az, amikor nem sokkal az édesapám halála előtt ülnek egymás mellett az ágyon, és fogják egymás kezét. Olyan kedves emlékez. Igen, és Attilával is mutass, az ifjabbik Attilával is mutass. Az ifjabbik Attila, aki most kint ragadt, szegény Budapesten, ott dolgozik, és nem tud hazajönni, mert ugye a karantén miatt elég nehéz közlekedni. És a felesége Kristóf Katalin, aki hát közismert énekesnő. Attila is énekel. Már a középiskolában énekelt, egyébként abszolút hallása van, amire büszke vagyok. Tökéletesen képes bármilyen hangszerrel játszani, vagy szétszedni akár sávokra az adott művet. És nagyon sokat segít nekem. Rengeteget. Tehát tulajdonképpen az összes musicalemnek a felvételeit ő készítette. Eljutunk oda is, de még addig egy kicsit. Nagyon hamar, tehát ugye pedagógusként tevékenykedtél, de nagyon hamar kapcsolatba kerültél mással is, és kiegészítetted ezt. Na ez megint egy kicsit fura. Megmondom neked, hogy miért fura. Én, ahogy átkerültem az Orbán Balázsba, a kettes iskolába, akkor elkezdtem ott színjátszani. A színjátszás az tulajdonképpen az egyetemen kezdődött, de hát arra még azt hiszem vissza fogunk térni. És a gyerekekkel, meghirdettem a gyerekeknek, hogy na, aki akar játszani, az jöjjön. Na, akkor estem kétségbe, amikor megjelentek. 84-en jelentek meg. És néztem, akkor velem volt az egyik kolléganő, Mézes Saci, hogy mi az Istent kezdünk, mi 84 gyerekkel. És akkor, hát, ilyen helyzetgyakorlatokat rögtönöztünk. De ez teljesen vakon, tehát én gyakorlatilag azelőtt én ezzel nem találkoztam.
úgy kitaláltam magamnak a drámapedagógiát, ahhoz, hogy aztán a 89 után találkozzak az intézményesített formájával. Rozika néni, a szemüveges nő hölgy ottan, aki most már 80 fölött van, Rozika néni tartott Jászfényszarun drámapedagógia táborokat. Szenzációsak voltak. Megadott témával mindig volt valamilyen különleges esemény benne. Iskola teremben aludtunk, matracokon, tornamatracokon, nem volt ez különösebb luxus, de mindenki remekül érezte magát. Itt ez egyik szintén nagyon jó drámapedagógus, Dafti, török, nem tudom a keresztneve, most nem jut eszembe, mindig Daftinak emlegettük, ő látható. Itt Rozika néni, aki éppen a saját lakásában látott vendégül zárásképpen az egész bandát. Mindenhonnan voltak, Vajdaságból, Romániából, onnan is. Ez is egy drámapedagógiai pillanat. Ijepalván volt az egyik drámapedagógiai tábor, ahol egy jamaikai, ott az a kockás Kékingben egy jamaikai vezetők volt, igen. Angolul folyt a drámapeda, ami nagyon jót tett nekem, mert később aztán Balázs Attila révén eljutottam Temesvárra drámapedagógiát tartani, három nyelven, magyarul, románul és angolul. Nem franciául. Nem, de a francia is közben jött. Nagyon érdekes volt ez a keverék nyelv, de nagyon jól tudtunk dolgozni. Nagyon szerettem. Gondolom, ezekben a táborokban ismerted meg a szakkifejezéseket is. Hát igen, de nem vagyok híva a szakkifejezéseknek, még az irodalomban sem. Az igazság az, hogy a lényeg nem a szakkifejezésekben rejlik. Azokat lehet változtatni, azokat lehet modernizálni. A lényeg nem ebben van. Egy fél mondatban említetted, hogy az egyetemi évek alatt már színjátszásra foglalkoztál, erről is hoztál. Hát én szerettem volna hamarabb is, már ötödikes koromban, a három kecske gidát adtuk volna elő. Én lettem volna kecskemama, de nem lettem kecskemama, mert akkor egy elég komoly szívbajt kaptam, milyen hülye hangzik. Tehát szívreumám lett, és hónapokon keresztül az ágyat kellett nyomnom, úgyhogy a kecske gida az elmaradt. Úgyhogy az egyetemen volt az első próbálkozásom, és részt vettem ilyen szavaló versenyeken, felolvasó versenyeken, amit hát meg is nyertem többnyire, első-második hely. Na, ez volt az első fellépésem. Úgy kezdődött, hogy Krepa Bestia és Kovács Péter kollégám, nyugodjon békében, ő is már meghalt. Az volt a címe, hogy mi volt a címe? Édes, drága, jó Istenem, eszembe fog jutni. A Rút kiskacsa. Igen. Karácsony, Benő a Rút kiskacsa. Én egy szolgáló lányt alakítottam, nem volt egy nagy szerep, de szerettem. Az egyik mentorom, a legfontosabb talán a Kolozsváron. Három ember volt, aki a színjátszás... Hát most nagyon-nagyon csendesen mondom csak, hogy mellesleg egyetemre is jártunk. Mert hogy az egyetem mellett három színjátszó csoportban játszottam, rádiót készítettünk, és tehát ilyen belső rádiót, egyetemi rádiót, és mivel az egyetemi rádiót Polacsek Jóska meg interjú volt, utána már mi készítettük az ifjúsági adást a Kolozsvári Rádiónál. Aminek volt egy folyamánya, megint csak sorsszerű folyamánya, lett volna helyem, ha nem szüntetik meg. De megszüntették a magyar adást, igen. Úgyhogy így mentem én Bukarestbe választani. Itt Kobliska Kálmánt láthatjuk, aki Kolozsváron bábszínész volt, kiment Magyarországra, most remélem, hogy ott él. Ez pedig eléggé közismert rendező Szabó József, Ózsa, ezen a néven ismeri a szakma. És akkor a harmadik személy, aki és szintén a harmadik személy, Berecki, igen, Berecki, volt. Aki meghatározó, mellett egy műszaki ül, éppen egy kiszállásra készülünk. Hát igen, látszik, hogy autóbuszban készült a felvétel. Na, és akkor elkezdődik egy másik, vagy ezzel párhuzamos időszak. Nem tudom, hogy mennyire másik. De te kell elmondani. De hát igen, 1978, az első Pál utcai fiúk.
Na most ez már a Népszínházhoz tartozik. A Népszínháznak van ifjúsági tagozata, illetve gyerek tagozata, középiskolás tagozata és felnőtt tagozata. Hát amint az én szerepemet illeti, én inkább ilyen, hogy mondjam, szürke eminenciás voltam. Inkább a rendezés, dramaturgia, ezeket a dolgokat szerettem csinálni. És a gyerekekkel dráma csoportot tartottam, tehát rendszeresen játszottunk. Nem mondtuk azt, hogy milyen csoport, vagy mit tanulunk, vagy mit nem tanulunk, hanem az volt a jelszó, hogy ki akar játszani. És akkor játszottunk évtizedeken keresztül. Eleinte a kultúrházban játszottunk, aztán a kultúrházból kiebrudaltak, mert kellett már a színháznak, akkor megpróbálkoztam az UFF-al, nem éreztem magam igazán otthon ott, és akkor úgy utána kerültem a gimnáziumba, mármint a drámacsoportokkal. Ez pedig az első Pál utcai fiúk, 1978-ban, mivel intézményesített formában voltunk, elég sok előadás volt, és kiszállásokra is mentünk. Hát volt egy nagyon-nagyon emlékezetes kiszállásunk, amikor este 10 órakor indultunk el, és másnap délben 12-kor érkeztünk meg udvarhelyre, Sepsiszentgyörgy udvarhely időszak. Ez volt a kérdés, hogy honnan-hova? Honnan-hova? Hát elromlott a busz. Na most nem akárhogy romlott el. Nem egy ritka jelenség. Nem, abban az időben különösen nem. De fokozatosan minden leépült rajta. És a végén ott maradtunk fék nélkül. Na most bikszált fel egy ilyen emelkedőnél, megállt a busz, nem jön Szántából, és nyitott ajtóval voltunk, akkor már zárni nem lehetett az ajtót, és akkor az egyik gyerek leszökött, hogy segíteni akart, vagy nem tudom milyen célra leszökött, és ha akkor az nyitott ajtó nem akad bele az országúti kőbe, akkor az a gyerek ott odalapul. Akkor az volt a betetőzése az egésznek. Úgyhogy akkor már éjfél fele jártunk, Sepsiszentgyörgy Bikszát között azért nem semmi 2-3 órát megtenni, és bekéreztem egy szállodába. Mondtam, hogy úton vagyunk, gyerekekkel vagyunk, ez van, engedjék meg, hogy ide leüljenek, melegbe legyenek. Minden szülőt leértesítettem, hogy nyugalom, nem történt probléma, nincs semmi baj, nem tudunk hazamenni, mert nincs mivel, de elintézzük. És ugye mobiltelefonnal történt mindez? Hát nem volt mobiltelefon, nem volt. A szálloda jó voltából tudtam telefonálni, jó indulatú emberek voltak. Egyedül a saját édesanyámat felejtettem elértesíteni, amit a mai napig eléggé restellek. Na, aztán küldtek, tehát telefonáltam a busztársasághoz, küldtek nekünk egy buszt, és másnap délben 12-kor megérkezett a csapat. És mondom, na kellé még kiszállás gyerekek, mire teljes újongás, hogy persze! Hiába a gyerekeknek óriási energiával, másképp. Ez egy olyan kaland volt, amit sose fognak elfelejteni szerintem. Említetted, hogy hosszú időn keresztül inkább, hogy úgymond próbára jártak a gyerekek, és nem voltak előadások szervezve, de nagyon emlékezetes előadás volt a Kisherceg. A Kisherceg, igen. Nagyon szerettem azt az előadást. Az osztályomat is úgy is hívom, hogy Kisherceges osztály. Ez nem a Kisherceges osztály, ez egy osztály, valamelyik osztálynak az osztály műsora, ahol nagy előszeretettel játszottuk a Dömdödömöt. Ez is a Dömdödömből van. Látszik, hogy valamilyen versenyen voltunk, mert ott van a felirat, hogy élén főtitkárával. Tehát valamelyik megéneklünk Romániának a csodálatos... És a próbákról felvételek még, amik... Igen. Ez itt például verekedés. Az előtérben lévő pár egyike, a kockás... Inges, az Balázs Attila jelenleg a Temesvári Színháznak az igazgatója. Egyelőtt még fogjuk látni. Még fogjuk látni. Itt meg nehezített beszédgyakorlat. Nehezített beszédgyakorlat. Én tanítottam beszédtechnikát is. Most is tanítok, ennek örvendek. Amikor a Sztár Rádiónál dolgoztam, akkor tanítottam. Ez egy ilyen játékos gyakorlat, összegabajodunk, kibogozzuk magunkat,
Ez pedig bizalomgyakorlat. Csodálatos dolog, amikor a gyerekek között olyan bizalom jön létre, és olyan egymásra hangoltság, hogy szó nélkül is értik egymást. Igen, és akkor eljutottam a sorrendbe a kisherceg stábjához, mert ugye mindenki, igen, aki előtérben és a háttérben dolgozott. Hát ez az egész van. Stáb. Hát a helyzet az, hogy nagyon hálás vagyok a zenekar azon tagjainak, akik itt részt vettek, ők írták a zenét, a szöveget én írtam, megzenésítették, és a csodálatos az, hogy ez a csapat, amikor érettségizett, akkor újra játszott a Bánius tanítónéninek a kertjében a kis herceget. Emlékeztek szövegre, zenére, mindenre, ezzel is nagyon sok készállásunk volt. Na hát ott van a Szélén Káli, nézzük csak meg még egy kicsit. Ott van a Szélén Káli, az öltöztető, aki rendkívül öltöztető kellékes volt, nagyon lelkes tagja volt a Népszínháznak. Egyszer hagytam, hogy öltöztessen, akkor is fordítva adta rám a köpenyt, mikor kimentem a színpadra, akkor vettem észre, de hát lentről úgy se látszott, hogy fordítva van, de ott volt mindig, és dolgozott, és mindig lehetett rá számítani. Tamás Ági a sugó, akkor Attila, Csiszárodett a maszkmesterünk, itt van a két következő fiú, az a zenekarba tartozik, ő a színpadmester volt tulajdonképpen, már nem él, Szalai, és Szász Jóska, Villany Jóska másképp, ahogy nevezték, Szász Jóska, aki tényleg ő is szívvel, lélekkel része volt a Népszínháznak, része volt az életünknek. Egy pillanatra megvillantottam ezt a képet az előbb. Igen. Ez a kisherceges osztályon búcsúcsokra, amikor elbúcsúztunk 1984-ben, akkor kaptam minden egyes gyerektől egy szál lila szegfűt. És ez érdekes módon engem azért úgy valamiért hozzám tapadt a nagy szám. A legelső Orbán Balázsos osztályom 48-as létszámú volt, és végig, amíg ott tanítottam, 42 alatt nem volt osztályom. Úgyhogy amikor a padlóba átkerültem, és 36-an ültek a padban, néztem, hogy valaki hiányzik. Amikor minket tanítottál, és 45-en ültél. Így van. De nagyon-nagyon sokan voltak akkor. Még egy pár képet azért mutassunk a kisherceg előadásból, mert az akkor nagyon-nagyon rendkívüli volt, és, igen, emlékezetes és szakított volt. A hagyományos előadásmóddal. Zenés volt, vidám volt. Igen, azt hiszem ez volt az első lépés a musicalek felé. Öntudatlanul nyilván. Balogh Jóska bácsinak mondtam el, hogy készülök ezt az előadást megcsinálni. Nagyon-nagyon nagy munka előzte meg, mert a gyerekek végig, tehát kiolvasták, feldolgoztuk, ők írtak, rengeteg háttérmunka volt vele. És amikor Balogh Jóska bácsinak mondtam, hogy kis hercegre készülök, akkor azt mondta, hogy tiszta hülye vagy, Mari. Ez volt a reakciója. De aztán az élet engem igazolt. Nos, itt a pilótát láthatjuk, az Attilát, aki... Ez is nagyon szép volt, hogy a felnőtt, ahogy a felnőtt és a gyerek együtt dolgozott. A gyerekek nagyon sokat tanultak a felnőttektől. Legszélén, menj csak vissza egy picit, Kovács Tünde áll. Hát Orbán Júli udvarhelyen van most is, mert háta mögött ott van Kozma Nóra, ő is udvarhely közismert figurája, és mellette ott van Kovács Tünde, aki Angliában, nem arra fel az Juli, ez Kovács Tünde, aki Angliában cukrász, hihetetlenül gyönyörű dolgokat készít, úgyhogy meg lehet nézni a Facebookon, ez itt a reklám helye, pedig nincs szüksége a reklámra. De itt lehet, úgyhogy nincs gond. Igen. Mindeniknek követem a sorsát, akinek lehet. No, hát akkor már is egyet. Balázs Attila. Akinek követed a sorsát, ugye Balázs már említettük egy pillanatra a nevét. Akivel nagyon-nagyon hosszú időn keresztül dolgoztunk. Hát az első közös munkánk az akkor volt, amikor Attila harmadik osztályos volt. Valamilyen mesét kellett neki megtanítanom. Oda is adtam a mesét, hogy tanulja meg. Másnap kérdeztem, hogy Attila, meg tudod a mesét? És rám nézett nagy szemekkel, hogy miféle mesét? Na, így kezdődött a kollaborációnk. Aztán osztályfőnöke lettem. Az a fajta emberke volt, akit nagyon lehetett szeretni. Egyébként az egész osztályt nagyon lehetett szeretni. És általában mindenik osztályomat szerettem. Nos,
amikor középiskolás lett, akkor már Népszínházban játszott, és egy adott ponton 11-ben eljött hozzám, leült, azt mondta, hogy én nem értek semmihez, színész leszek. Mit szólsz hozzá? Hogy mi lett belőle, azt tudjuk, mert hogy kiváló színész lett belőle. Csodálatos szerepeket játszott nagyon-nagyon magas fokon, és büszke vagyok rá, hogy volt közöm hozzá. Viszont itt a ruházatnak is van jelentősége. A ruházatnak az a jelentősége, hogy Attila katonaságból jött haza a csapathoz. Hát készítettünk egy olyan előadást, hogy Suli kabaré. Hát ez ilyen ártatlan kis viccekből állt össze. És a Suli kabarésok, hát az kettes Dibea, meg Szász Attila, meg ez az osztály. És a Suli kabarésok találkoztak a hazatérő Attilával, és akkor Bea felpróbálta, hogy milyen is katonának lenni, legalábbis angyaldőrbe öltözni. Nyilván nem ő volt a katona. Na és ez a bizonyos Suli kabaré. Itt a bizonyos Suli kabaré. Hát a kislány, aki éppen keresi a házi feladatát, az Kali Andrea, jelenleg a Kolozsvári Színháznál művésznő, és a tanárt azt Attila játszotta, ez a stáb, a teljes stáb. Ezzel is van hát történetem. A Sulika ugye akkoriban szokás volt a cenzúra. És megjött a nagy stáb, vizionáló bizottság. A vizionáló bizottság, igen, és megnézték az előadást, és betiltották. Azt mondták, hogy nem lehet. Hát belekötöttek mindenbe, kezdve azon, hogy volt egy rádió szignál, ami a megy a gőzös lejátszva. Folytatva az összes lehető és lehetetlen dologgal, az volt az ürügy, hogy Májai elvtárs azt mondta nekem, hogy elég sok kabarét láttam, és tudom, hogy milyen kell legyen. Mire én voltam olyan szemtelen, azt mondtam neki, hogy én is nagyon sok autót láttam, mégsem tudok vezetni. Amiből aztán kicsi bot, kisebb botrány lett. Mondtam a gyerekeknek, hogy gyerekek, nem tudjuk bemutatni. Sírtunk, ők is, én is. És akkor jött Attila az ötlettel, hogy állj meg, babám, hát nem kell sírni, átírjuk a szöveget, megoldjuk. Átírjuk a szöveget, átírtuk a szöveget, kivettük a kifogásolt részeket, bevitte csíkba, ráírták, hogy aprobat, és mi eljátszottuk az eredetit. És azt már nem látták. Úgyhogy nagyon sok előadásunk volt egyébként ezzel is. Hát mit mondjak neked, csodálatosan a fonban dobul, nagyon, nagyon rosszul énekeltek, de kedvesek voltak. Na és visszatérünk még egy picit Balázs Attilára. Igen, na, ez volt az a műsor, amit nem mertünk vizionáltatni. Mert akkoriban már a vizionálás, hát ez a 89 fele jártunk már, akkoriban olyan volt a vizionálás, hogy gyakorlatilag alig engedtek valamit. Tehát lehetett érezni a levegőben, hogy meg akarják bénítani a Népszínházat. És akkor azt mondtuk, hogy próba, cseresznye, csepű telefon van, elterjesztjük, hogy előadás lesz, és bemutatjuk a van hozzá közödet. Ami nagyon jó összeállítás volt, Attilának az egyéni estje. Ez volt az első egyéni este, egyébként a színire menendőkkel, szinte mindenikkel készítettem aztán egyéni estet. Próbálja ki magát, meg tudja állni a közönség előtt. Most ezzel kapcsolatosan is van egy nagyon aranyos történetem egyébként. Folyt az előadás a Kultúrház nagy termé, kis termébe, a kiállító teremben. Elől volt a terem egyik részében volt a hangosítás, és a terem teljes részén, tehát mindenütt folyt a játék. Igen, ám de Szász Jóska éppen lakodalomból jött. Ő csinálta a hangosítást, és én elő voltam, és néztem hátra, hogy Jóska alszik, atyavilág, Jóska alszik, mi lesz ebből? Mert a vége az kimondottan a zenére épült. És ahogy elhangzott a végszó, Jóska felébredt, megnyomta a magnót, és ment gyönyörűen a dolog. Ez olyan megkönnyebbülés volt számomra. Attila egyébként akkor nagy, akkora nagy sztár volt, a képzősök csodájára jártak. A bemutató után nem tudtam közel férni a saját tanítványomhoz.
időpontot kellett kérni tőle. Nem, majdnem. Igen, és azért még hoztál egy képet. Igen, ők is színészek, ugye, Kaliandi meg Ozsvát Noémi. Ozsvát Noémi Magyarországra ment, az ő sorsáról nem sokat tudok, legutóbb Zalaegerszegen volt. De hogy most mit csinál, azt nem tudom.